visszatértünk a naptári napokban történő határidőszámításhoz, akkor mi motiválta a törvényjavaslat elkészítőjét abban, hogy egy óriási káoszt idézzen elő, és hol munkanapokban, hol naptári napokban határozza meg a határidőket. Egyértelmű javaslatunk, hogy térjünk vissza a naptári napokban való határidő számítása, természetesen a határidő észszerű meghatározásának keretein belül. Szeretném azt is jelezni az önök irányába, hogy nem feltétlenül attól lesz jó egy vadonatúj törvény, hogyha olyan jogintézményeket, kifejezéseket is száműzünk az előző törvényhez képest, amelyek egyébként jól működtek. Erre egy konkrét példa a közbeszerzési terv esete. Jól bejáratott, mindenki által megszokott és követhető határidő volt, hogy éves összesített közbeszerzési tervet április 15-éig kell készíteni. Ehhez képest önök úgy gondolták, hogy most ezt előre hozzák március 31-ére. Jelzem, hogy a plána kistelepülések esetében ezt indokolt április 15-ében megtartani a jövőben is. Másrészt, egy sokkal lényegesebb szempontrendszer. Nagyon jól működött a műszaki szakmai alkalmasság, pénzügygazdasági alkalmasság, szakkifejezések használata. Ehhez képest önök a két fogalomból csináltak, ha jól emlékszem, négyet, és gyakorlatilag ezzel sem egyszerűsítették, hanem épp ellenkezőleg bonyolultabbá és ködösebbé tették a törvény szövegét. Arra is felhívnám a figyelmüket, hogy a támogatásból megvalósuló közbeszerzések esetében a támogatási igény elutasítása vagy kisebb mértékben történő elfogadása már rögtön szerződés kötése való alkalmatlanságot jelent. Ezt alapvetően gondoljuk végig, hiszen ez azt is jelenti, hogy akár 1000 vagy 2000 forinttal vagy jelentéktelen a csekélyebb összeggel kevesebbet kap a támogatási igény benyújtó ajánlott kérő, akkor rögtön alkalmatlanná válik a szerződés megkötésére, és esetleg az uniós forrás felhasználását ez akadályozza. Ezt is észszerűbben és sokkal precízebben kellene megfogalmazni, természetesen a Jobbik egyik módosító javaslata e tárgyban is segítséget, illetve eligazodást fog jelenteni. És úgy látom, hogy a igen rövid 20 perces időkeret végére értem, ezért most itt be is fejezném mondandóm első részét, a többi gondolatomat pedig vagy normál, vagy kétperces hozzászólások keretében kívánom elmondani. Summa summarum, jelen állapotában ez a törvényjavaslat több ezersebből vérzik, így ebben a formában elfogadhatatlan, vagy módosító javaslatokkal próbáljuk feljavítani, kijavítani a meglévő hibákat, vagy pedig akkor nullázzuk a számlálókat, vonják ezt vissza, és kezdjünk újra egy valós egyeztetést, és annak megfelelően nyújtsunk be egy olyan törvényjavaslatot, amely valóban megfelel azoknak az egyébként teljesen nemes céloknak és jogos elvárásoknak, amelyet államtitkár úr is az expozéjában megfogalmazott. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Sérin Gábor képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónakának. Önnél a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim. A közbeszerzésekkel kapcsolatban meggyőződésem szerint három nagy probléma csokorról kell beszélnünk. Az egyik ilyen nagy probléma az átláthatatlanság és a korrupció. A második nagy probléma csokor a kis és közepes vállalkozások tarthatatlan helyzete a közbeszerzésekben, és ide sorolnám a tévesen lánctartozásnak nevezett jelenséget, illetve a közbeszerzés bonyolultságának a kérdését is. A harmadik nagy probléma csokor pedig az, hogy hiányoznak a közbeszerzésekből a zöld szempontok. Amikor az LMP értékelte az új közbeszerzési törvényt, akkor azt tartotta szem előtt, hogy ezekre a problémákra milyen mértékben kínál megoldást. Az LMP számára tehát a vezérfonal az átlátható kisvállalkozás barát és zöld közbeszerzése. El kell ismernem, hogy van a törvényben néhány értékelhető pont. Azt is el kell ismernem, hogy a probléma definíció terén számos egyezőséget találhatunk. Egyetértünk abban, hogy átláthatóbbá, korrupcióbiztossá és egyszerűbbé kell tenni a közbeszerzéseket. Helyes irányba tett lépésnek tartjuk az egyszerűsítés felé mutató lépéseket, azt, hogy világosan tisztázzák az alapelveket, a közbeszerzési hatóság létrehozását szintén jó gondolatnak tartjuk, még ha nem is ebben a formában. Üdvözlendő, hogy a formai hibára hivatkozás lehetőségét korlátoznák, támogatandó, hogy a közszolgáltatók esetében a leányvállalatokon keresztüli visszaéléseket fölkívánják számolni. Pozitív az is, hogy célként tűzték ki a lánctartozások korlátozását, sajnálatos, hogy nagyon messzire e tekintetben nem jutottak. És üdvözlendő fejlemény végre, hogy elfogadták az LMP közel egy éves javaslatát, és kizárták a közbeszerzésekből az offshore cégeket, kár, hogy tegnap éppen megnyitottak egy másik kiskaput előttük.
A kormánypárti képviselőtársaim sok pozitívumot kiemeltek már, viszont ennél talán beszédesebb az, amiről nem beszéltek. Átfogóan értékelve a kép az új közbeszerzési törvényről sajnos lesújtó. A javaslat súlyosan hátráltatja a tisztességes verseny kialakulását a gazdasági szereplők között, növeli a korrupciótól gyanús átláthatatlan eljárások lehetőségét, és nem szolgálja sem a KKV szektor szereplőinek érdekét, sem pedig a fenntarthatósági szempontok a zöld közbeszerzések érvényesülésén. Mielőtt elmerülnék a részletekben, szeretném képviselőtársaimat emlékeztetni arra az útra, amelyen a kormányzó többség ez a közbeszerzési törvényhez eljutott. 2010 májusában vitattuk meg a vagyongazdálkodási törvényt. Rögtön a kormány megalakulása előtt korlátozták az állampolgároknak azt a jogát, hogy közérdekre hivatkozva hozzáférhessenek többségi állami vagy önkormányzatú tulajdonú cégek adataihoz. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan lehetővé tették a kormány számára azt, hogy ugyanerre a közérdekre hivatkozva pályáztatás nélkül értékesíthetővé értékesítsenek állami vagyont. Ugyanebben a törvényben banktitok alá helyeztek egy sor állami vállalatot is. 2010. júliusában ezt követően módosították a közbeszerzési törvényt, ekkor emelték a közbeszerzési értékhatárt, mely alatt nem kötelező a közbeszerzési eljárást kiírni, és a súlyos milliárdokat érintő jogi szolgáltatásokat akkor kivonták a közbeszerzések hatája alól. 2010. júliusában javasoltuk azt, hogy töröljük el a kiemelt beruházási törvényt, amelyhez az elmúlt évek, évtizedek számos, elég ismert mútyja és botránya kapcsolódik, gondoljunk csak a sukurói King City beruházásra. Mi javasoltuk, hogy töröljük el egyáltalán ennek a lehetőségét, hogy kiemelt beruházások legyenek, mindkét nagy párt az életben tartás mellett voksolt. Ugyanebben a sorba illeszkedik, nem folytatnám a nyugdíjánstand, amely kapcsán átlátható egyéni számlákat ígértek, amelyek továbbra sincsenek sehol, és hát az állami államháztartási törvényt is több alkalommal módosították úgy, hogy az nem szolgálja az átláthatóságot. Tehát ez az az út, amin eljutottunk idáig, nem meglepő, hogy a törvényjavaslat újra az átláthatatlanság irányába halad tovább. Kezdeném is rögtön azt, hogy mi is a problémánk az átláthatóságra vonatkozó részekkel. Annál is inkább fájlaljuk azt, hogy ezen a területen nem történt előrelépés, mert már az LMP 2008. novemberében közzétette antikorrupciós 12 pontját. Mit mondtunk akkor? A legjelentősebb korrupciós kihívás ma Magyarországon az állami, önkormányzati, valamint az üzleti szféra találkozásánál keletkezik. Az intézményesült korrupció nemzetközi becslések szerint 20-25%-ban drágíthatja meg a közbeszerzéseket. Ez azt jelenti, hogy például 2006-ban 1700 milliárd forintból 280 milliárd forint tűnhetett el. Az akkor és ott javasolt 12 intézkedési pontunk azóta is aktuális és releváns. Ki szeretném emelni különösen két pontunkat, mely a törvényjavaslat kapcsán különösen releváns. A jogalkalmazó korrupcióellenes küzdelemre való felkészítését, valamint a közbeszerzési szabályok javítását. Annak érdekében, hogy a jogalkalmazók minél szélesebb köre legyen felkészült a korrupcióellenes küzdelemre, a korrupcióellenes képzéseket a bírói karon túl kiterjeszteni javasoljuk a rendőri és ügyészi szervezetekre és a közigazgatási karra. A korrupciós bűncselekmények felderítéséhez és megelőzéséhez elengedhetetlen, hogy az ellenőrző és nyomozati szervek tisztviselői pontosan ismerjék a jelenség társadalmi beágyazottságát, hatásait, a felderítésben felhalmozott nemzetközi tapasztalatokat. A közbeszerzési szabályok javítása során javasoltuk egyszerűsíteni a közbeszerzési törvényt, ritkítani a kivételeket és a formai kizárási okokat, korlátozni a mérlegelési jogköröket, biztosítani a részvevő vállalkozások tulajdoni szerkezetének átláthatóságát. A közbeszerzési eljárásokról egységes, rendszerezett, a szerződés tartalmát, összegét és a szerződő feleket is feltüntető nyilvános adatbázist javaslunk létrehozni. Szükségesnek tartjuk a hiánypótlás intézmények teljes körű és érdemi biztosítását. A közbeszerzések tisztaságának is az átláthatóság a legfőbb záloga. Az eljárások fontosabb mozzanataira és dokumentumaira folyamatos és kötelező, egy központi adatbázissal összekapcsolt online regisztrációt javaslunk előírni. Számos javaslatunk van még ezeken túl,
mely a közbeszerzésekhez kapcsolódóan javítaná az átláthatóságot, ezt majd a részletes vitában, illetve egyéb hozzászólásokban bemutatnánk. Lássuk akkor, hogy most az első probléma csokor, tehát az átláthatóság kapcsán hogyan is fest a törvényjavaslat, és újra hangsúlyoznám, hogy néhány érdemi előrelépés történt, megfontoltak néhány korábbi javaslatunkat, ugyanakkor nagyon súlyos visszalépések is történtek. Kiemelném, hogy tágítanák a kivételek körét. A javaslat indokolatlanul és feleslegesen kitágítja a korábbiakhoz képest a kivételi körbe tartozó beszerzéseket, ezzel megágyazva a baráti cégek gazdasági térnyerésének. Kivételi körbe kerül az ingatlan megvétele, ezzel szabad utat engedvén az ingatlanokkal kapcsolatos visszaéléseknek, az ismerősök ingatlanainak piaci árfeletti megvásárlásának vagy bérbevételének. Ugyanígy indokolatlannak tartjuk a nemzetközi beruházások kivételét a közbeszerzések hatálya alól, gondoljunk csak például a gázvezeték építésekre, ahol súlyos milliárdok folyhatnak el nyilvános ellenőrzés nélkül. Másodszorban emelnék az összeghatárt, közel megdupláznák. Az áru- és szolgáltatás beszerzés esetén 25 millió forintot elérő beszerzéseket, építési beruházás esetén a 150 millió forintot meg nem haladó beszerzéseket gyakorlatilag az átláthatatlan korrupció gyanús szférába tereli a szabályozási javaslat azzal, hogy a tenderre legfeljebb 3 ajánlatevőt kell közvetlenül meghívni, és a közbeszerzések tanácsát még csak tájékoztatni sem kell az eljárásról. Az ismertetett egybeszámítási szabályok okán amúgy sem lesz túlterelve a közbeszerzések tanácsa a hirdetmény ellenőrzési osztálya, és a közbeszerzési értesítő is karcsúbb számokkal jön majd ki napról napra. Következő probléma, hogy egyedi eljárásrend kialakításának lehetőségét vezetnék be. A nemzeti értékhatárt elérő beszerzésekre a törvényjavaslat bevezeti az ajánlatkérő által kialakítható egyedi eljárásrend lehetőségét és fogalmát. Ennek nem az a legnagyobb baja, hogy a közbeszerzési szabályokat megkerülni igyekvő ajánlatkérők állapítják meg a saját szájuk íze szerint a szabályokat, hanem sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy ezzel megszűnik az alacsonyabb értékű eljárások esetén az egységes, jogszabály által kialakított, mindenki számára ismert, komoly tapasztalatra épített szabályrendszer, rontva ezáltal a jogbiztonságot és a kiszámíthatóságot. Az eddigi egységes szabályozás helyett egyedi eljárásrendek egymásnak akár ellentmondó, többé-kevésbé részletesen szabályozott rendszeren jön létre, melyet az ajánlattevőknek újra és újra tanulmányozni, kiismerni kell, és amelyek kusza rendszerében eligazodni és megfelelő időben ajánlatot tenni, csak azon kevés beavatottaknak lesz lehetősége, akik a pályázat kiírójával kellően szoros kapcsolatot ápolnak. Egységes jogalkalmazás kiforrásáról már ne is álmodjunk, persze kérdéses is, hogy joga és lehetősége nyílik-e a bíróság előtt bárkinek megtámadni az egyedi eljárásrend szerinti eljárást, főleg ha az a jogorvoslatra lehetőséget sem teremt. Hogy a bíróságok pedig miként fognak gyorsan eljárni egy olyan ügyben, ahol az alkalmazandó szabályrendszer peres felenként változik, átlagember számára elképzelhetetlen. De lehet, hogy a törvényjavaslat írói tudják már azt, amit mi nem, hogy a közigazgatási bíráskodás alapkövetelménye az új alkotmánnyal együtt lekerült az asztalról. A második nagy probléma csokor a bonyolultsághoz és ehhez kapcsolódóan a kis és közepes vállalkozások helyzetéhez kapcsolódik. Kezdeném azzal, hogy a külön jogszabályok létrehozásával, a vonatkozó jog feldarabolásával rontják a közbeszerzés átláthatóságát. Érteni vélem, hogy az új törvénnyel az egyik cél az volt, hogy az egyszerűbb legyen, ugyanakkor lehet, hogy a közbeszerzési törvény maga egyszerűbb lett, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a közbeszerzési eljárás jogi rendszere viszont bonyolultabb lesz. A törvény számtalan helyen arra utal, hogy egy-egy témakört más jogszabály vagy rendelet fog szabályozni. Eddig csak egy gyakran változó, vaskos törvénnyel volt dolgunk, ezentúl a KBT mellett több egyéb jogszabályra is figyelni kell. Ettől tehát nem lett egyszerűbb a rendszer, sőt inkább bonyolódott. Ha pedig majd a vonatkozó jogszabályok terjedelmét látni fogjuk, egyáltalán nem biztos, hogy az összességében rövidebb lesz, mint a mai közbeszerzési törvény. Az is lehet, hogy az új közbeszerzési törvény tényleg kevesebbet fog változni, mint a mai, hiszen sok esetben elegendő lesz a hivatkozott jogszabályok módosítása. A törvénytervezet megvan, tárgyalható, de a hivatkozott sok jogszabály még nem létezik, ezért kérdéses, hogy az új KBT hatályba helyezéséig ezek egyáltalán el lesznek-e fogadva. Ha nem, akkor várhatóan rengeteg joghézaggal fog elindulni az új közbeszerzési törvény. Külön jogszabály lesz hivatott rendezni a műszaki leírásra, az ajánlatok bontásánál jelenlévő személyek körére,
az alkalmassági feltételekre, az elektronikus árlejtésre, a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó szabályokat. Ezzel igazán átláthatatlanná és kezelhetetlenné teszi a közbeszerzési szabályokat a jogalkotó. Szintén ehhez a probléma csokorhoz tartozik az, hogy bár a szándék megvan, mégsem sikerült a kis- és középvállalkozói szektor szerepvállalását jelentősen könnyíteni. A kormány ígéretei ellenére a javaslat nem ad könnyedséget a KKV szektor szereplői számára. Ellenkezőleg sok esetben megnehezíti helyzetüket számos javaslattal. Így az egyedül alkalmassági feltétel, amelynek az ajánlattevőknek még közös ajánlattétel esetén is külön-külön kell majd megfelelni, az a gazdasági pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény. Tudjuk, hogy a KKV szektor szereplőinek legnagyobb problémája az alultőkésítettség, pontosan azok a számszaki mutatók, amelyeket ez az alkalmassági követelmény mér. Az egyedi eljárásrendek alkalmazása szintén a KKV szektor hátát sújtja, mivel ők azok, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a szűkös anyagi körülményeik között még egy közbeszerzési tanácsadót vagy jogászt megbízzanak az adott kiforratlan, ismeretlen eljárásrend értelmezésével. Ezen túl beszéltek képviselőtársaim a lánctartozások felszámolásáról. Üdvözlendő lépéseket terveznek, ugyanakkor ez valami kevés ahhoz, hogy ez a probléma valójában felszámolásra kerüljön. Kidolgoztunk több részletes módosító javaslatot, ezeket majd remélem módonban áll részletesen is ismertetni. A lényeg az, hogy a problémát a gyökerénél kell felszámolni, azaz meg kell szüntetni az ajánlat kérő érdekeltségét abban, hogy áron alul jusson hozzá a közbeszerzésen keresztül a beruházásokhoz. Hogyha az ajánlat kérő érdekeltségét kiszűrtük ebben, akkor tudjuk elérni azt, hogy a fővállalkozó megfelelő piaci áron vegyen részt, a piaci áru ajánlatot tegyen, és ezen keresztül pedig ne kényszerítse rá az alvállalkozókat, a kis és közepes vállalkozókat arra, hogy áron alul teljesítsenek, vagy adott esetben bizonyos szolgáltatásokért cserébe le is mondjanak a bevételük egy részéről. A harmadik nagy probléma csokor pedig a zöld és esélyegyenlőségi szempontok hiánya a közbeszerzésben. Az LMP különösen fájlalja, hogy a módosítás említés sem tesz a zöld beruházások, a megújuló energiaforrások felhasználásának preferálásáról, ahogy az alkalmassági feltételek között a zöld munkahelyekre, zöld ajánlattevőkre vonatkozó javaslatot sem tesz. A zöld közbeszerzés az lenne, amikor az ajánlat kérő a beszerzési folyamat minden szakaszában figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait, és az életciklusok során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását. Az állam és az önkormányzatok a beszerzési piacon ma a legnagyobb fogyasztó Európában. A közszféra beszerzései az EU-ban hozzávetőleg 2 milliárd eurót tesznek ki évente, ami nagyjából az EU GDP-jének 17%-a. Egyértelmű tehát, hogy az állam és az önkormányzatok bármilyen magatartást is tanúsítsanak a beszerzéseik vonatkozásában, az komoly hatást gyakorol a piacra. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárások során környezetbarát termékek és szolgáltatások megrendelésére kerül sor, az ajánlat kérők zöld beszerzéseikkel egyrészt példát mutathatnak a fogyasztóknak, másrészt érdemben befolyásolhatják a piacot, az ipar ösztönzést kaphat az ajánlat kérők igényének megfelelő zöld technológiák kialakítására, környezetbarát termékek fejlesztésére. Emblematikus, hogy a mai napig a közbeszerzési tanács honlapján a zöld közbeszerzés cím egy zöld közbeszerzés című honlapra irányul, pontosabban irányult, mert azon a honlapon az utolsó bejegyzés 2010. április 27-én született. A zöld közbeszerzés honlap a kormány által azóta megszüntetett önálló környezetvédelmi tárca a KVVM alatt üzemelt, pótlására azóta sem került sor. A kormány által csak szavakban hangsúlyozott zöld gazdaságfejlesztés kiemelt eleme kellene, hogy legyen egy valóban zöld közbeszerzési törvény. Továbbá, hogy például az atomenergiával kapcsolatos álláspontja tekintetében az atomenergia használatának és az új paksi blokkok további erőltetésével is szembe megy a kormány a világgal, és főleg az európai trendekkel úgy, ahogy a zöld közbeszerzés teljes ignorálásával is. Magyarországon a zöld szempontú közbeszerzéseket alig 1%-ban alkalmazzák, míg az EU átlag 40% felett van.
Az Európai Bizottságnak eddig 12 hírlevele jelent meg a témában, eddig 2008-tól kezdve 18, 2001-től további 5 termék és szolgáltatás csoportra dolgozott ki egységes zöld követelményrendszert, és alakított ki ökocímkét. Annak használatát természetesen nem tette kötelezővé, csak ajánlja. Sajnos, mi tudjuk, hogy az Orbán Viktor kormánya az egyoldalú erős erő alkalmazása és az izomból lenyomás kormánya ismeretlenek számára az olyan fogalmak, mint a tárgyalás, megegyezés, ajánlás és javaslat. Végül egy fájó pont, ami szintén ebbe a körbe tartozik, az a fogyatékkal élők jogainak a csorbítása. A javaslatból kimaradt az a már korábban beépített vívmány, miszerint a közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, amennyiben a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembe vételével kell meghatározni. Számtalan egyéb problémát említhetnék még meg, ami az ígéretek ellenére a javaslat nem old meg. Látszat megoldást ad a vállalkozói körbetartozások problematikájára is többek között, mint ahogy említettem. Ez a törvény nem szolgálja a közpénzek gazdaságos felhasználását, a tisztességes verseny szabályainak érvényesülését, hanem csak a mutizás és a haveri körök további támogatását. A fenntartható fejlődés, a környezetvédelmi célok még említésre sem kerülnek benne, a fogyatékos emberek jogaira való utalás pedig egyenesen kiírták belőle. Amennyiben a ház ebben a formájában elfogadja ezt a javaslatot, akkor sajnálatosan a korrupció tere megnő, viszont a kis és közepes vállalkozások helyzete a hangzatos ígéretek ellenére romlik, mint ahogy romlik az esélyegyenlőség is, a zöld közbeszerzéseknek pedig se híre, se hamva. Remélem, hogy elfogadják a módosító javaslatainkat, és radikálisan új alapokra helyezik majd a közbeszerzési törvényt, mert ebben a formában ez így támogathatatlan. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végéhez értünk. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként megadom a szót Balázs József képviselőnek, a Fidesz képviselőcsoportjából. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos törvény tárgyalásánál vagyunk most jelent, hiszen a közbeszerzési törvény, a közbeszerzés szabályozása, az a közpénzek elköltésének a felelősségéről, hatékony és felelős felhasználásáról szól. Az előttem szólók többször hivatkoztak a közbeszerzésnek a történetiségére, de itt csak a rendszerváltozás utáni időszakra gondolunk, akkor is több dátumot kell felidéznünk, hiszen 1990-ben volt az első közbeszerzési törvény, 99-ben volt jelentős módosítása, 2005, 2009 és most 2011. Én azt gondolom, hogy ez világosan mutatja azt, hogy az adott kormányzatok foglalkoztak és milyen módon próbáltak foglalkozni a közbeszerzéssel, a közpénzek hatékony elköltésével. Én azt hiszem, hogy a mai törvénymódosítást, a mai törvény tárgyalását alapvetően a gazdaságból érkező elvárások, a gazdasági szereplők, a közbeszerzésekben közreműködő szervezetektől érkező impulzusok adják meg, hiszen az elmúlt éveknek a közbeszerzésével nagyon sok gond és probléma halmozódott fel. Gondoljunk csak arra, hogy ha valaki közbeszerzésen indul, akkor milyen nehézkes, milyen lassúak az eljárások. Azt gondolom, hogy ez a törvény világosan és egyértelműen választ ad arra, hogy egyszerűbb szabályokkal, az igazolási terhek csökkentésével jelentősen csökkenti az ajánlat tevőknek a kötelezettségeit. Világosan és egyértelműen fogalmaz a törvény, hogy az ajánlati kötöttség új szabályai után gyors elbírálásra ösztönzik az ajánlatkérőt. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes irány. Szintén fontos, hogy az egyfokú bírósági jogorvoslat lép a jelenlegi kétszintű után, hiszen a bírósági döntés után az ítélő táblához történő fellebbezés megszűnik, és csak a legfelsőbb bíróságnak marad meg a jogorvoslati szerepe.
Fontos azt gondolom az a módosítás is, hogy a szerződésnek a későbbi módosításai, az új szabályai az uniós gyakorlatnak megfelelően történnek. Az eddigi közbeszerzési törvényben az eddigi úgynevezett előre nem látható kitétel eléggé tágan volt értelmezhető, most sokkal pontosabban ennek a megfogalmazása sokkal pontosabb és adekvátabbá válik. Szintén fontosnak tartom az alvállalkozó újra definiálását, hiszen így a korábbi 10%-os értékhatár most 25%-ra növekedne, amennyiben meghatározó 25% mértékben részt vesz, akkor lehet nem alvállalkozónak, hanem közös ajánlattevőnek minősül. Nagyon fontosnak tartom, és a törvény szellemiségének az egyik fő vonulata a korrupció visszaszorítása. Azt hiszem, hogy a közszolgáltatók esetében a közbeszerzések megkerülése az elmúlt években nagyon sokszor gyakorlattá vált. Itt világosan ír a törvény arról, hogy a különböző közszolgáltatók esetében a leányvállalatok tekintetében megszünteti, bezárja a kiskapukat. Fontos az is, hogy az adott közbeszerzésnek az ajánlatok bontása előtt a fedezet összegét ismertetni kell, így világossá válik az ajánlat tevők számára, mennyi fedezet áll rendelkezésre. Nagyon fontos az is, hogy eddig a gyakorlatban formai okból nagyon sokszor jó és színvonalas ajánlattevők, ajánlattételek szorultak ki a versenyből, a közbeszerzésben versenyből, mert formai okból érvénytelenítették a ajánlatkérők. Én tudok olyan példát, hogy egyszerűen egy bélyegzőnek a lemaradása esetén kizártak egy ajánlattevőt a versenyből, pedig ebben a közbeszerzési versenyben övé volt a legjobb és a legteljesebb ajánlat, mindössze egyetlen egy bélyegzőnek a oda nem nyomása okozta. Szintén helyes, és azt gondolom, hogy a jelenlegi Európai Uniós és magyar szabályozásban az a irány, hogy az offshore háttörű gazdasági társaságok pályázaton való indulását tulajdonképpen igyekszik úgy körbevenni a törvény, hogy ezek az átláthatatlan tulajdonú szerkezetű cégek kikerüljenek a közbeszerzésen való ajánlattevői körből. Szintén hasonlóan erénye a törvénynek a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részvételének a segítése. Különösen azon tételével, amikor a törvény lehetőséget biztosít a törvénytervezet, hogy a fővállalkozótól származó kifizetések esetében az alvállalkozók közvetlen kifizetése biztosítva legyen, amennyiben a nyertes ajánlattevővel legalább 500.000 forintot meghaladó összegű díjazásra jogosultak. És egyben ezt a tételt, ezt az összeget az alvállalkozói teljesítésnek az összegét kivonja a felszámolási vagyonnak a köréből, így egyfajta biztosítékot kap az alvállalkozó arra, hogy ahhoz az elvégzett munkájához, ahhoz a díjazásához hozzájusson. Szintén a magyar kis- és középvállalkozói kört segíti, hogy részajánlattétel kötelező biztosítását segíti elő, hiszen sok kis- és középvállalkozó lehet, hogy egy teljes munkára nem, de viszont a munkának egy értékére viszont tud érvényes ajánlatot tenni. Szintén védi az alvállalkozói teljesítéseket a törvény, hogy a nyertes ajánlattévő nem vonhatja el a közvetlen kifizetéseket, sem engedményezés, sem pedig más jogi formában. És a törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy EU-s értékhatár fölötti közbeszerzésnél előleget biztosítson a kis- és középvállalkozóknak. Fontos az is, hogy
az adminisztrációs terhek jelentősen csökkennek, jelentősen mérséklődnek, jóval kevesebb igazolást kell benyújtani, az alvállalkozókra vonatkozóan nem kell külön igazolni a kizáró okok fennem állását, és nem kell feladni a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót. Sokszor ezek apró és kis terhek csökkenése, de